Utolsó hetében Balatonfüreden rendezték a 39. Nemzetközi Balatoni Vitorlás Hetet, amely a Soling és a Lézer kategóriákban egyben a Magyar Köztársaság 1996. évi bajnoksága is volt. A rendezvény arra is jó alkalom volt, hogy a vitorlás válogatott tagjait olimpiai tapasztalataik felől kérdezzük. Közel egy hónappal az olimpia után hogyan értékeled az ottani eredményeidet? Összetettben 56 hajóból a 31. helyen végeztem. Hát végülis ez egy közepes teljesítmény. Azt hiszem, hogy ez volt az első olimpiám. Tanultam, okultam a dolgokból, azt hiszem, hogy végülis elfogadható volt ez az eredmény. Előnye vagy hátrány az, ha az ember egy nagy verseny előtt ígéretes eredményeket mondhat magáinak? Ezt a kérdéset úgy fogom föl, hogy előny az, hogyha valaki jól vitorlázik. Tőletek mit vártak az olimpián, és ti mit vártatok az olimpiától? A szövetségi kapitány ez nem volt megelégedve az eredményükkel, mert 10-be várt minket, de mi mind a ketten úgy voltunk vele, hogyha első 15-be végzünk, tehát 10-15 között az már nagyon jó lenne, és az reális eredmény lenne. Úgyhogy szerintem túlságosan sokat vártak tőlünk. Áruljuk el, hogy mi volt az eredmény? 18-ak lettünk, már de az elején mondtam, hogy jobb helyezést vártunk magamtól, mégse csalódás, mert mi 3 éve vitorlázunk együtt, és az, hogy nemzetközi élvonalat elérjünk, ez a 3 év, ez csak erre volt elég. Kimeritek jelenteni magatokról, hogy profik vagytok? A szónak abban az értelmében, hogy a vitorlázásból éltek? Nem, szerintem ezt senki nem jelentheti ki Magyarországon, mert éppen ez az a háttér, ami hiányzik hozzá. Te hogy látod? Ebből nem lehet megélni. Mekkora versenyt hozott a Soling kategóriában az olimpia? Nagyon, nagyon szoros verseny volt. Az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, hogy ki kerül be az első hatba. A flotta verseny után az első hat páros versenybe dönti el a érmek sorsán. Tehát az utolsó futamon is változott a helyzet. Csak 22 hajó indult ezen a Soling osztályban. És az egész tulajdonképpen gyakorlatilag állandóan egybe gomolygott végig a pályán, és méterek döntötték el, hogy ki van elől, de ezek a méterek ezek azért úgy általában mindig azoknak a javára döntötték el, akik jobbak is voltak. Ezekben a pillanatokban indul a Nemzetközi Vitorlás Hét, és tartja a Soling kategóriában, úgyhogy ezt mi egy motorcsónakról nézzük, illetve te egy motorcsónakról nézed, és nem vagy résztvevő. Azért, mert a mi hajónk jelen pillanatban még az Atlanti-óceánon navigál egy konténerbe, és csak szerdán megyünk ki érte Bremerhavenbe, és mintha nincs itt a hajóm. Ezzel a motorossal valószínűleg megnyerném a futamot, de nagy valószínűséggel, igen. Az igazság, hogy nem hiszem, hogy nem óvnának ki. Ezért aztán hajó nélkül nehéz lenne itt cirkulálni ezen a versenyen. Hát nagyon örülök, hogy láthatom, és egyébként az ember rengeteg tanulhat abból, hogy így kívülről néz egy versenyt. A Vossala név nem csak a vitorlásportban, hanem az üzleti életben is jól cseng. Vossala György számára melyik a fontosabb? Az én számomra a vitorlázás a fontosabb, mert ezért áldozatokat is hozok meg, ha tehetném, akkor minden időmet itt tölteném a vízzel. Milyen tanulságokkal zárult az olimpia számatokra? A felkészülésen kell javítani elég sokan. Az eredményekkel mennyire vagytok elégedettek? Én teljes mértékben elégedett vagyok a helyezésünkkel. 36-ból lettünk 21-en. Talán annyit hozzá lehet tenni, hogy szerencsésebben is első hetett volna a dolog, mert utolsó futamban egy 5. helyünkről nem teljesen tiszta körülmények között kioftak minket. És, első fokon az óvást megnyertük, akkor az 5. helyet 13. helyen végeztünk hivatalosan is, és másnap fölújították az óvást, és akkor elvesztettük, és akkor úgy visszaestünk 21-re. De ezekkel együtt a 21. helyen is meg vagyok elégedve. Az olimpia után egy hónappal már nyilván leülepedett minden benyomás. Hogyan látod az ott elért eredményeket? Igazából még csak értékeltem. És most kezdem átgondolni, hogy hogyan tovább. Hát úgy érzem, hogy ennyire vagyunk képesek. Ennek rengeteg összetevője van, de ha egyenként megvizsgáljuk az egységeket, akkor sajnos ez a realitás. Az olimpia teljesen más verseny, tehát ez egy nagyon speciális helyzet. Nem csak amiatt, hogy 4 évenként rendezik, hanem kisebb mezőnyök vannak, a mezőnyök sokkal sűrűbbek,
és az egész légkör, az egész millió az meghatározza az eredményeket. Erre még nem éreztem elég éretnek és felkészültnek az embereket. Én úgy gondolom, hogy ez nem rajtuk múlik, tehát én semmiképp sem a versenyzőkön akarom elvenni a pót, sőt, úgy érzem, hogy a többsége nagyon becsülettel készült, nagyon rövidre sikerült az a felkészülés, ami így is nagyon fárasztó volt és költséges, de egy olimpiához mérten ez nagyon kevés, és ezért nem ők a hibásak. Mégis a tanulságként mi vonható le? Tanulságként az vonható le, hogy tegnap el kellett volna kezdeni Sydneyre felkészülni, és akkor előrébb lépnénk. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy átlag sportbarát számára feltehetően nem lényeges különbség, hogy valaki 21-22. Lesz, vagy 15-16. De szakmailag értékelem, akkor óriási különbség, és ezeket a 5-6 helyeket érzem, amik benne maradtak a versenyzőinkbe. A hatország részvételével rendezett nemzetközi vitorlás héten Szólin kategóriában a győztes és egyben magyar bajnok a Detre Szabolcs vezette egység. Lézerben az olimpián is szerepelt Eszes Tamás, az Édász versenyzője 11-ből 10 futamgyőzelemmel szintén magyar bajnokként végzett az első helyen. 4.70-esben a Goszlet Szőrényi kettős, Sztárban a Kátai Perccel páros, Európa hajóosztályban Móró Cágnes, míg a finn hajóosztályban a magyar Hajdú Balázs előtt a Cseh Mihály Hrubi győzött.